Ismeretlen ismerősünk Fejér Simon Pál zenész, akinek Perbáli házában, illetve a feleségével közös otthonában beszélgetünk, akiről annyit érdemes előjáróban mindjárt tudni, hogy 10 éves kora óta muzsikál, ha jól tudom, akkor a gitárral kezdte, aztán a brácsa, a tambura és a mandolin az később jött. Itt a falon most mögöttünk egyetlen hangszert látok. Az mi pontosan? Ez egy Land gitár. Land gitár. A Land gitár, tehát így összetett szóként. Tulajdonképpen egy Land formájú gitár hangolású hangszer. Tehát alapvetően egy gitár, csak a formája, a fazonja egy Land. És ezen is játszol? Hát mivel, hogy gitár, igen. Igen, Landon sajnos nem, mert az még nem került a kezemből komolyabban, és azon nagyon sok húr van. Szívmelengető tud lenni a gitárjáték is, de 10 éves korod óta zenész. Gitár volt az első hangszer, amit kézbe vettél? Nem, hanem cselló. Hmm. Cellózni kezdtem el, és a kisebbik bátyámmal, és gyakorlatilag ez egy fél évig tartott ez a karrier. Aztán a zeneiskola összeomlott, a tanár elment, mindenkit leváltottak, a hangszer az összetört, ilyen tragédiába fulladt majdnem az egész, nem persze nem így történt, hanem az anyag, hogy elment a tanárunk, meg leváltottak az igaz, és akkor új hangszert kellett választani, és akkor a nagybátyám gitározgatott, és akkor én mondtam, hogy hát akkor gitározni szeretnék. Akkor te is gitározgatni szeretnél. Honnan jött egyáltalán az indítatás? A felmenőid között ezek szerint akkor volt, aki muzsikált, nagybátyád. Igazából komolyabban nem, tehát a zenészről nem tudok a családom. A nagypapám nagyon jó hegedült, de ő is csak így hobbiból. Tulajdonképpen ami miatt megtalált ez az egész zene dolog, az a szüleim bakelit lemez tára. Mesélj, miket hallgattál? Milyen zenéken szocializálódtál? Hát nagyon különleges volt, mert én 7 évesen, meg 6, sőt még amikor Budapesten laktunk, 5 éves koromban költöztünk ki, már akkor olyan muzsikákat hallgattunk, Emerson Lake & Palmer, Mahavishnu Orchestra, Jézus Krisztus Superstar, Hobo Blues Band, Doors. Fogalmunk se volt, hogy ezek mik. Nekem nagyon elkezdett tetszeni az, amiben gitár, amiben ez a torzítós gitár. Nem tudtam megfogalmazni, hogy ez mi, de nagyon elkezdett tetszeni. És néhány évesen hallgattam olyan muzsikákat, amiket legközelebb 16-17 évesen hallgattam, és tudtam, hogy úristen, én ezt már hallottam 7 évesen rengeteg ezt a lemez. Ez az a lemez, ezek azok az arcok. És ez ilyen állati érdekes volt újra találkozni. És ezek annyira tetszettek ezek a zenék, hogy nem tudom, így elkezdett vonzani, így beszippantani ez az egész dolog, és aztán összekerültem így a gitározásra, és szépen lassan összekapcsolódtak. Elkezdtem gitáron leszedni azokat, amik akkor még nem volt se internet, se semmi számítógép, lemezjátszó volt, meg kazettás magnó, és akkor oda-vissza tekertem, hallgattam, kottát se tudtam nagyon olvasni. Jártam zeneiskolába, de elég csibész voltam, szóval nagyon foglalkoztam a tananyaggal. Először csak autodidakta úton, tehát a saját örömödre, vagy elképzelted talán, hogy egy garázszenekarnak leszel majd a gitáros frontembere? Igen, ez amúgy nagyon hamar megtörtént, 14 évesen alakult meg az első ilyen garázszenekarom, ahol már Rolling Stones-t játszottunk. Az igen. Később meg Jimi Hendrixet, és akkor is történt az első fellépésem egy kocsmában. Apukám értem jött 11 óra körül, hogy hol vagyok, kiderült, hogy én egy kocsmában játszom. Nem is tudott róla, tehát ott szembesült ezzel? Hát ez Zsámbékon volt egy, tehát hogy itt tudom, egy kilométerre rallib jött, és nem, lehet, hogy nem mondtam, nem tudom. De így kezdődött az egész.
De nem arra gondoltál, vagy lehet, hogy arra gondoltál, hogy ebből fogsz valaha megélni, tehát, hogy erre gyúrsz, hogy te profi muzsikus leszel. Hát amikor ez már nekem el, valahogy, amikor 10 éves, amikor elkezdtem a gitárt, nem nagyon gondoltam komolyan. 13 éves koromig csak úgy próbálkoztam, ugyanúgy, mint a többi srác, próbáltam meglógni, mert nem gyakoroltam. Akkor jártam klasszikus gitárra, a zeneiskolába. És aztán egyszer csak bekattant ez az egész. Volt egy nagyon kedves tanárom, a Sturc Attila, egy töki rendkívüli ember, és hozzájártam, és mindig befásliztam a kezem, mondtam, hogy jaj, nagyon fáj. Mindent kitaláltam, és egyszer mentem gitárórára, és résnyire nyitva volt az ajtó, mert persze késtem 15 percet, és ő játszott, és valami romantikus darabot játszott, és irgalmas, olyan sodrása volt, emlékszem és rá. És leszetted a fáslét, nem? Hogy ezt te is szeretnéd. És berontottam, és mondtam, hogy akkor ne a csip-csip csókát, meg az ilyen maraságokat, hanem ezt tanítsa meg. És akkor mondta, hogy akkor gyorsan legyünk túl a csip-csip csókán, és akkor megtanítom ezt is. Azóta se tanultam meg azt a darabot amúgy, de zenész lettem. De a csip-csip csókát most már tudod. Azt már valamennyire tudom játszani. Hát hány évesen dőlt el, hogy te ezt az irányt, és nem egy tisztességes polgári foglalkozást fogsz választani? Ez körülbelül 13-14 éves koromban, én már tudtam. Szüleid áldásukat adták erre, mert hogy szokták mondani, hogy hát a zenész, jó, hogyha valaki zenél, de az azért cigány élet, az nem biztos jövedelemforrás. Hát igen, ők meg tanárok, szóval annyira... Meg kellett harcolnod velük azért, nem, hogy te muzsikus lássál? Nem. Én mindenben támogattak. Édesapám az, amit tudott. Mi soha hatan vagyunk testvérek, és... Egy zenész belefér, vagy kettő. Tesódra, gondolj, öcsédre. Igen. Aztán végül is nálunk a 6-ból 5 muzsikál. Az igen. Teljes generációváltás már így a igen, hivatás. Én vagyok az egyetlen hivatásos, vagy lehet ilyet mondani, nem tudom. A többiek csak hobbiból, de nagyon, nagyon jól művelik. Szóval apukám nagyon támogat, és édesanyám is, de nem volt ilyen probléma. Mit tanítottak? Édesapám, hát ő fotóművész. Hát akkor azért a művészet az volt. Ként, abszolút igen, fotóművészként végzett Lipcsében, illetve németet is tanított. Édesanyám művészettörténet és német. Ő is német művészettörténet? Azért nem. Estél olyan messze. Nem. Jó, 13-14 évesen ezt ugye tökélted magadban, a továbbtanulásodat ez már befolyásolta, milyen is középiskolában mentél tovább? Hát először az esztergomi ferencesekhez mentem kollégiumba, a két bátyám ott végzett, és hát ott hát nem nagyon bírtam ezt a bezárt kollégiumi életet. Nagyon tetszett, meg nagyon szimpatikus volt maga az egész dolog, meg hogy, tehát hogy nagyon tetszett ez a világ. De ott nem ment a muzsikálás, meg valahogy nem nagyon ment az, hogy... Tehát nem, akkor már voltak fellépéseink, meg nem tudtam elkérezkedni, akkor egy hónapban csak egy-két napra lehetett hazajönni. És akkor a fél év után dobbantottam, és a budakeszi Proászka gimnáziumba mentem át, ahol egy sima katolikus gimnázium, tök jó volt, sok szabad időm volt a muzsikálásra, tehát a tanulás mellett, és ott még egy időben foglalkoztatott nagyon a történelem, meg a hat történet, az nagyon, az a mai napig nagyon érdekel. Érettségi után a Kőbányai Zenestúdió. Igen. Növendéke lettem. Meséljen már egy picit röviden a Kőbányai Zenei Stúdióról, mert hogy nagyon sok ma már profi, ismert, elismert zenész onnan indult. Igen, mi igen. Mi a titka ennek az iskolának? Hát Kőbánya egy, így Kőbányának hívjuk magát a sulit, így belsősök, vagy ez nem tudom, ott végzem. Igen, ez az Egonféle. Igen. Egonféle suli. Ez egy nagyon egyedülálló iskola, nincs is az országban több ilyen.
Állati érdekes, mert tulajdonképpen a diploma és a szakma, tehát így oktatás szintjén, amit ad, én még a 4 éves képzést végeztem, de 4 évet húztunk le. Nagyon sokan tanítottak, akik a Zeneakadémián tanítottak, a jazz tanszakon. Nagyon sok rockzenész, aktív zenész, művész tanított minket. És egy nagyon összefogott, tehát a muzsikálásra egy nagyon átfogó képet és világot alkotó iskola volt ez. Ez egy olyan iskola, de el lehetett végezni úgy is, hogyha valaki kanyhaló volt, tehát csibészkedett, nem járt be, meg... Kanyhaló, ezt a szót még nem is ja, hallottam. Ez egy kőbányai. Igen, igen, slang. Igen, ez ott egy slang. A kanyhaló. Hát, tróger. És... belőlük lettek mondjuk az ilyen lakodalmi, nem is tudom, igen, hát, vagy nem lettek zenészek. Uh-huh, tehát olyan uh-huh. is van, aki elvégezte kőbányát, és nem muzsikál. De azt tudom, hogy nagyon sok nagy zenekarnak az muzsikusai. Tehát tulajdonképpen Kőbánya egy olyan, nem tudom, bölcső, ami olyan zenészeket ad a magyar zenei világnak, ami páratlan. Tehát, hogy nagyon, nagyon jó zenészek kerülnek ki onnan. Szóval szerintem egy egyedülálló iskola, nagyon jó. Az, hogy te blues zenész lettél, vagy hát ez az egyik erősséged, az visszavezethető arra, hogy az iskola vezetője Póka Egon a Hobo Blues Band egykori basszusgitárosa? Hát tulajdonképpen... Megfertőzött a blues-a egy picit? Én már úgy, de akkor már nem kellett engem fertőzni, amikor oda kerültem, akkor én már teljesen be voltam fertőzve. Nagyon szerettem a Hobo Blues Bandet akkor, és akkor hát ugye ott a Tóth János Rudolf, aki ott tanított, ugye ő is a Hobónál 12 évig működött, vagy a Magyar Atomban. Az Egon is egy olyan ikonikus alak volt nekem, meg a Janó is, hogy iszonyatosan vártam, hogy oda kerüljek, személyesen találkozom, hogy ezek az emberek aztán még tanítottak is, és a végén azért együtt muzsikáltam velük. Tehát, hogy ez már nagyon köszönhető volt. Tehát akkor már én bőven benne voltam a bluesban, mármint úgy, hogy nagyon szerettem, de rengeteget tanultam tőlük. Tehát ott aztán, főleg a Tóth János Rudolf az, aki úgy bevágott a mély vízbe, ahogy illik. És aztán később a Babos Gyula, ő a jazz vonalát a dolognak. Kormos János nevét olvastam. Kormos Janó, igen. Ő nála indítottam a gitárt Kőbányán. Hát ő is egy, ő meg azt a világot ismertette ott meg velem, ami ez a jazz rock, ez a fusion, vagy hogy mondják zenei világ, hihetetlen jó ebben a Janó. És ő is az volt, hogy látta, hogy ezek a jazz standardek, ezek nekem annyira nem pörgetnek, és akkor ő is azt tolta, ami látta, hogy nagyon, nagyon mozgok, szóval ő is olyan volt, hogy nagyon tőle is rengeteget tanultam. Tehát igazából mindenkitől rengeteget tanultam, aki ott tanított engem. Mikor legyintett meg a népzene? Mert ugyan a blues az észak-amerikai népzenének nevezhető, de a magyar népzene az mikor érintett meg, és milyen hatásra? Magyar népzene az elég korán, tehát a magyar népzene is elég korán indult az életembe, és ráadásul úgy, hogy itt Budapestről költöztünk ki, abszolút Zsámbékra, ugye? Zsámbékra, igen. Abszolút nem voltunk ilyen, nem jártunk táncházba, az ilyen néphagyományok, meg az öltözködés, semmi nem volt, ami így szimpatizáltunk vele, de nem alkalmaztuk ezt, vagy nem így éltünk. És akkor ott kint Zsámbékon elkezdtünk állatot tartani, hát ilyen tragédia volt. 11-kor kelt a malac, mert hát mi is akkor keltünk, gyerekek, a mi feladatunk volt, kecskék voltak, és akkor ez valahogy így egyre inkább megtetszett ez az egész
lét, meg élet, és akkor a bátyám elkezdett furulyázni. Ő az esztergomi ferencesekhez járt akkor, és ott valakitől elkezdett ilyen kis, hát ilyen székelyföldi dallamokat tanulgatott, és akkor azt hazahozta, megmutatgatta, és aztán elkezdett moldvai csángó népzenét is tanul furulyázni, és akkor kiderült, hogy van egy olyan hangszer, hogy koboz. És akkor mondta, hogy szerezzek egy ilyen hangszert. Voltam 15 éves, hát onnantól szerezzek ki, azt se tudom, mi az. És akkor a Sturc Attila, akiről már beszéltem, az Attilának, ő a Hajnal kötöző zenekarban muzsikált, és volt egy ilyen kobzája, és azt egyszer kölcsön adta nekem. Eszik vagy isszák, felvételekről, rengeteget. És akkor legelőször a moldvai csángó népzenével kerültem kapcsolatba, és a kobozzal, mint népi hangszerrel. És tulajdonképpen az a mai napig az az egyik legfőbb, tehát a gitár mellett legfőbb hangszer, amit a legrégebb óta csinálok, tehát a moldvai csángó népzene és a kobzolás. És ez egy beszippantott, mert számos népzenésszel beszélgettem, egyéb zenészekkel is, rock, jazz, pop zenészekkel. Alapvetően normális esetben mindenki szereti a maga műfaját, stílusát, hangszerét, de valahogy a népzenészek azok teljesen megszállottak. Hát igen, a népzenészek mi valóban megszállottak. Én nem tudom, én úgy érzem, hogy én egész egyszerűen a zenének vagyok a megszállottja. És nem tudom ezt lebontani, vagy külön választani népzenére, vagy könnyű zenére, vagy bármilyen más műfajra. Valahogy a maga a muzsikálás, meg az, hogy ugye sok hangszeren játszom, és még, tehát hogy kezembe kerül egy hangszer, ami nem játszom, a rettenetes elkezd idegesíteni, hogy ezen miért? Tehát ez egy annyira csodálatos hangszer, olyan világ, hogy ezt azonnal meg kéne tanulni. Csak most már ott tartok, hogy kicsit elkezdődött az, hogy akkor elkezdtem ezen is játszani, akkor félbehagytam, mert megtetszett amaz. Akkor már ott tartok, hogy most már kéne gyakorolni azt is, amiből elindultam, mert azt is túl elhanyagoltam. Sok a hangszer. Igen. És kevés időd van. Így van. És de nincs ilyen, hogy maga a muzsikálás szippantott be. A népzene, a könnyűzene, minden. Egyébként az, hogy több hangszeren is játszol, itt az elején soroltam néhányat, ezek többnyire pengetős hangszerek. Ez még hogyha az egyes hangszerekből nem is fejlesztetted profi szintre a tudásodat, de a gitárjátékodban ez érződik, hogy te tudsz tamburán is játszani, meg mandolinon is valamennyire? Hát... Mik a visszajelzések? Igen, szokták mondani, hogy érződik. Inkább az mondjuk, hogy érződik, hogy a folk műfajt is játszom. Tehát, hogy az, hogy most éppen ez tambura vagy mandolin, azt tulajdonképpen nem feltétlen, de az, hogy a balkáni népzenéket nagyon szeretem, az ír népzenéket nagyon szeretem, meg játszom is, és akkor ezek általában, amikor blues-t játszom, akkor blues-t játszom. Tehát, hogy akkor nem nagyon tehát nem nagyon keverem a dolgokat. Amikor már érzem, de ez amikor kifejezetten arról van szó, hogy ilyen verandás blues muzsikát kell játszani, de amikor azzal, hogy már a saját dolgaimat hozom létre, vagy viszem bele, akkor mindig megjelenik a népzene. Mit gondolsz a úgynevezett world musicról, vagy világzenéről? Kicsit úgy érzem, hogy ma olyan dologgá vált, hogy annyira terítődtek a műfajok, illetve a technikai tehát a technikai fejlettség, hogy bármilyen muzsikát bármivel összekevernek az emberek, és hogy mondjam, tehát hogy pontosan amit mondtál, az, hogy a helyes arány, nagyon sok ilyen világzenei produkciónál azt érzem, hogy egész egyszerűen csak a, mit tudom, a hangszerválasztás, az, hogy most egy elektromos gitár mellé oda tesznek egy tekerőlantot,
Vagy fordítva. Vagy fordítva, attól az még annyira különleges nem lesz. Tehát, hogy a hurkát lehet tejszihabból lenni, nem biztos, hogy finom lesz. Igen. De vannak, én is játszom egy ilyen világzenei produkcióban, ahol azért nagyon figyelünk arra, hogy tehát, hogyha az ember a népzenéhez nyúl, akkor óvatosan, tisztelettel kell ahhoz hozzányúlni, hogy aztán meg lehet azt facsarni, de ahhoz nem tudom, tehát tényleg úgy kell, szerintem. Nem árt például, hogyha az ember ismeri magát a népzenét, mielőtt hozzá. Te gyűjtöttél is, nem? Tudtál, és ezt olvastam. Kijártunk még Moldvába, és akkor amit tudtunk, nagyon nagy újdonságokat nem sikerült, de van jó néhány dolog, amit sikerült így felgyűjteni. Igazából ami már lényeges, az már sokkal komolyabb arcok övékhez vitték. Inkább az volt a lényege, hogy amikor kimentünk, akkor így első kézből, milyen érzés az ember első kézből egy népdaltot felvesz, vagy meghallgat, vagy megkérj, hogy tanítsák meg. De tulajdonképpen ebben a világban nem mondhatnám azt, hogy mozogtam, vagy mozogtunk, hanem inkább az élmény kedvéért. Te hogy olvasom, mert egy kicsit fordított utat jártál be, tehát klasszikus gitárral indítottál, azt eljutottál a blues rock zenéhez, és utána kapcsolódott be ebbe a népzene. Általában fordított útvonalatok, hogy népzenészek kikacsingatnak egy kicsit, most kapásból a Csíkzenekar jut az eszembe, akik ugye autentikus népzenét játszanak, aztán utána ezt vegyítették egy kicsit. Igen. Az alternatív szénával, Quimbyvel, Tankcsapdával, Kispállal. Nálad más az irány. Igazából annyira nem is az, hogy fordított, hanem egy idő után ez párhuzamosan ment. Tehát, hogy a kobzolás az olyan 15 éves koromban már elkezdődött. És elkezdődött a Kontáros együttes, ami a zenekarunk. Az testvéreddel? Igen, a bátyámmal alapítottuk meg a Kályhás barátommal. És aztán egy nagyon jó hegedűs Zsabokorszky Feri csatlakozott hozzánk. Már amikor én blues-t játszottam, akkor már játszottam népzenét is. Tehát, hogy ez abszolút együtt ment, és aztán a népzene az egyre inkább jött föl. Tehát, hogy akkor elkezdtem brácsázni, elkezdtem tamburázni, és akkor jöttek a különböző ilyen, voltak akkor már nekünk is korábban ilyen világzenei dolgaink. Tehát tulajdonképpen párhuzamosan is indult el, de a hangszerek azok jöttek be a népzene oldaláról. Évekig gitároztál, szólogitároztál a Deák Bill féle zenekarban, Deák Bill Blues Band néven is futott. Talán ez a legismertebb formáció, hogy országosan. Igen. Hogy kerültél oda, és milyen emlékezetes produkciók, fellépések fűződnek ehhez? Hát ez is a Kőbányai Zene Stúdiónak a hozadéka. Póka Egon, a Gyuszi éppen gitárost váltott, keresett egy újat, és akkor bejött Kőbányára, és Egon megkérdezte, hogy van-e valaki. És akkor ott én voltam az egyik ilyen hosszú ember, aki blues-t játszogatott, és akkor az Egon odajött, hogy kisfiam, van kedved a Gyulánál gitározni? Hát van, akkor tanuljál meg 20 nótát, aztán majd meghallgatom. És akkor megtanultam, hogy Rádli dalt, eljött a Gyuszi, meghallgatott, és akkor mondta, hogy jó van, gyere. Ezt gondolom, ez elképesztő nagy élmény volt, hiszen mondtad, hogy ezen jöttél fel, még annak idején ugye Hobo Bluesben beénekelt Deák Bill, hosszúlábú asszony, meg Kőbánya Blues, ezeket miért legitároztad? Igen, nem is egyszer. Hát ezek örök érvényű rock and roll nóták, vagy rhythm and blues dalok. Szóló gitározik egy nagy tapsot a Fejér Simonkának. 24 éves, még a mamája is édes. Biztos, igaz? Egy kis simét. Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon szépen köszönjük! Kéne egy üveg vörösbor néhány kortnyi bának. Egy lány az ágyamban kis, soha el nem fárad.
Néhány éve a Tabánban hallgattalak benneteket, mint megbeszéltük előre, akkor még ott gitároztál. Hát elképesztő sikere volt azoknak a bandáknak, benne a tiéteknek is. Mi a titka, hogy ezek az együttesek évtizedekkel később még mindig bevonzák nem csak az akkor fiatal korosztályt, hanem a mai 20-30 éveseket is? Hát ez egy érdekes dolog. Én azt vettem észre, hogy a magyar közönség az egy rendkívül nosztalgiára vágyódó és hajlamos közönség. Azért az Omega 50 az más kategória szerintem. Igen. Gyöngyhajú lányból szerintem már Dunát lehet rekeszteni. De mégis megtelik az aréna, hogyha a kóbor terpez be. Hogy Fenyő ünnep most hirdeti magát. Igen, de az is meg fog telni. Tehát, hogy biztos, hogy köze van. Egyrészt köze van szerintem a szocializmushoz az egésznek, hogy akkor mit jelenthetett, tehát ezt ugye ti tudjátok, elmenni egy ilyen koncertre, vagy lóhajjal járkálni az utcán, vagy bármi, vagy lázadni, és ez az emberekben, ahogy én látom, vagy ahogy az öregekkel beszéltem, hallottam, ez így megmaradt, hogy igenis ez kell az, hogy ezt vigyük tovább, és hogy ez egy működő dolog. De ez jó egyébként, ez csak azért kérdezem, nekem tetszik, és sikere is van. Nem tudom, tehát de ugyanakkor meg látom. Magyarország mellett nem megy el a zenei kultúra más országokban mindenféle experimentális kísérleti ilyen-olyan muzsikák vannak világszerte, hát igen. Meg még mindig a igen, 80-as igen. Évek, blues rock. De ez így van sajnos. Tehát Magyarország nem hajlandó frissíteni. Tehát bele vagyunk ragadva az öregeknek a muzsikáiba, amik rettenetesen jók, és tehát hogy minden tiszteletem az őké, meg amit ők már letettek valamit az asztalra, tulajdonképpen nem is kell, hogy megvédjék ezt, hanem csak játsszák, és az emberek mennek. Ugyanakkor meg látom, hogy olyan próbálkozások, meg olyan fiatal muzsikusok vannak, hogy hihetetlen, és olyan műfaji próbálkozások is, hogy nagyon egyedi, nagyon, nagyon eredeti dolgok, és nem tudnak. Nem tudnak megszületni, mert nem. Valahogy ezeket nem lehet az arénába eladni, meg hát most az énekbajnokságok mennek, onnan kikerülnek a fiatal belőlük sztárok. Hát igen. Ha két lábra állnak, akkor sikerülni fog nekik, aztán, hogyha a menedzserek megkajálják őket, akkor meg nem, akkor eltűnnek. Sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, szeretünk és elválunk. Saját zenekaraidról is több zenekarban voltál és vagy érintett, nem tudom, a Voodoo Papa duo az még éle, vagy a Veronaki, vagy a Kontáros? Mindegyik él. A Voodoo Papa duo az a zenekarom, amit ketten csinálunk a Szergyika barátommal. Ő az az ember az életemben, aki mindenféle zenei produkcióban végig velem volt, barátom és tettestársam, egész fiatal korunk óta. Ő dobos egyébként, és a Voodoo Papa duóba szájharmonikázik. Néhány éve belekezdett a Herfilibe, és marha jól csinálja. És emellett van egy lábdob, meg egy lábcin, amit egyik lábával lesz, másikkal azt üti, és akkor megy a szájharmonika, és akkor én gitározok, meg énekelek. És hát ez is egy ilyen egyedi hangzás, ami maga ugye a blues is magában hordozza, és magak a nóták pedig, amiket játszunk, de saját dalokat is játszunk, azok meg így, hogy mondjam, kilógnak a bluesból. Tehát az is egy ilyen fura ötvözet. Ez, ami most működik, akkor a Veronaki zenekar, ahol aminek két alap pillére a Tarján Veronika és a Mogyoró Kornél házas pár, most már ők egy házas pár. Én a Verával
Meg a Kornéla is együtt dolgoztam, illetve dolgozom az Apró Színháznak egy produkciójában, a János Vitézben. Így kerültem, hogy így hívtak el ebbe a zenekarba, hogy ketten ők így megcsinálták. És akkor csatlakoztam én, meg még jó néhány zenész, és akkor rengeteg ilyen tagcsere volt, meg mindenféle próbálkozások, és most úgy néz ki, hogy ez így nagyjából beállt. És ez például ez egy világzenei formáció, aminek az a különlegessége, hogy a Vera, ő egy rettenetesen jó mesélő. És tulajdonképpen ez egy gyerekzenekar, mivel az a cél, hogy a gyerekeknek ne olyan muzsika, tehát ne olyan tingli-tangli muzsikát kapjanak a gyerekek, hanem igenis minőségi zenét kapjanak, minőségi mesét kapjanak. És... Igen, hát ez a Papritán már túl kell lépni azért. Igen. És talán a Halász Juditon is. Tiszteletem az övé, de más gyerek zenék is léteznek. Tehát ez is működős. És a Kontáros. Kontáros együttes pedig a ami ugye már nagyon régen működik, itt is elég sokan megfordultak zenészek. Bátyád még mindig oszlopos tag? Igen. Tulajdonképpen mindenki oszlopos tag, aki megfordul, csak nem mindig jön el mindenki. Tehát, hogy ilyen eléggé elkezdett így vegyülni ez a dolog, mert elkezdtünk vonós népzenét is játszani a Moldvai Csángó mellett, és akkor csatlakoztak hozzánk többen. És akkor tulajdonképpen a Kontáros így ketté vált egy picit, átfedése, hogy a Moldvai Csángó és a vonós táncházi zene, és akkor van, amikor együtt játszunk, és akkor vagyunk 8-an, vagy amikor külön-külön, akkor csak 3-an. De ez is egy működő formáció. Áruld el, anélkül, hogy a pénztárcádba kutakodnék, meg lehet élni a profi muzsikálásból Magyarországon? Főleg, a profiból több, biztos. Több tüzet, vagy több, hogy mondják ezt, több végén égeted a gyertyát, vagy nem jó kifejezés, több lábon próbálsz állni. Igen. Hát figyelj, én még életben vagyok. Tehát, hogy van egy feleségem, van két kis gyerekünk. Sokat kell melózni, az biztos, de cserébe tényleg az ember az muzsikál. De nem kell menni kutyába, tehát hát, van aki úgy dönt, hogy ezt választja, és lemegy. Én, de te nem az én nem. Hát ennek ugye az az ára, hogy az ilyen menedzsment meg a médiával való kapcsolatom az nulla. Tehát, hogy ezekhez nem mondod értek. Mondod ezt egy televízióban egyébként. De hát mi kerestünk meg benneteket, ajánlásra teszem hozzá. Tanítasz is, tehát igen, megvan a igen, tisztes igen, polgári igen. Foglalkozásod is. Igen, hát el sem mondanám tisztes polgári foglalkozásnak, mert magyar magántanárként működöm. És olyan gyerekeket tanítom, kifejezetten hozzám akarnak járni, vagy olyan kapcsolatban vannak a muzsikálással. Milyen az utánpótlás gitáros vonalon? Hát jó, szörnyen jó. Tehát, hogy azt érzem, mint az én, nekem főleg kisrácok vannak, van néhány nagyobb is, tehát, hogy nagyon tehetségesek. De ahogy hallom már Kőbányán is, tehát az utánpótlás az rettenetesen sok jó tehetséges. Reméljük, hogy nem régió meg a számokkal fognak majd operálni, hanem saját izgalmas szerzeményekkel. Töt kopott angyal még az a dolog, amiről talán említést tehetnénk. Ez még egy zenekarom, ez a Tóth János Rudolf féle zenekar. Itt a Zsiga barátom szintén jelen van, illetve a Lee Oliver a másik nagyon-nagyon kedves barátom, és Tóth János Rudolf, aki ugye a Kőbányai Zene Stúdióban volt a mesterünk, és ez is egy nagyon-nagyon érdekes, nagyon egyedi formáció. Itt aztán a bluestól elkezdve a kelta muzsikán, a szólon keresztül a folkig minden.
minden van. Egy fogos kérdést még a végére engedjél meg. Egy arcpolitikát kérnek tőled röviden. Mi a te gitárjátékodnak, vagy bármilyen hangszeren, hangszer megszólaltatásának a titka a te esetedben? Hogyan lehet, hogyan érdemes elvarázsolni a közönséget egy adott koncerten? Hát nekem két dolog jut az eszembe, az egyik az energia, a másik meg a hitelesség. Nekem ez a kettő, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok, és a játékomban, tehát úgy érzem, hogy ami miatt szeretnek, vagy szeretik a játékomat, az ez a két dolog. És azért is, mert ezt tartom fontosnak, hogy igen, tehát hogy ennek nagyon igaznak kell lennie, ennek a dolognak a rendkívül igaznak és letisztultnak, bármennyi hibával, meg bakival, de energikusnak és hitelesnek. Szerintem nekem ez a legfontosabb. Csontjaim ott fában, rókák alusznak, én már pihenem.